A riport érdekes eseményről szóló emberközpontú műfaj, amely a helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján az illetékesek megszólaltatásával készülő televíziós tudósítás. Készítője a riporter. Tisztelt független objektív sajtó! A független objektív sajtó után talán a független objektív sajtó az, amely a legjobban látja, hogy mennyire független és egyben objektív munka folyik a független objektív szerkesztőségek falain belül. Úgy hiszem, hogy eljött az ideje, hogy megmutassuk a nagyvilágnak, hogy mekkora és egyben mennyire nagy szükség van a független objektív sajtó áldásos és jobbító szándékú munkájára. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy más, leginkább természetesen nyugat-európai országokban már felismerték, hogy vétek lenne elrejteni a nagy közönség elől a független objektív sajtó tevékenységét. Magam is a transzparencia híve vagyok. Külön megjegyezendő, hogy én, pontosabban magam, eddig csak felvételről láthattam leginkább idegen nyelven olyan képsorokat, amelyek bemutatják a független objektív sajtó felbecsülhetetlenül hasznos munkáját. Az információ hiánynak súlyos következményei vannak, hiszen az átlagemberhez nem jut el az a tény, hogy a független objektív szerkesztőségekben nem csak hogy független objektív, hanem csodálatos és egyben magas szakmai minőséget mívelő, úgynevezett nagybetűs újságírók dolgoznak. Emiatt ezt a levelet aláíró ember, én, a következőket kérem a független objektív sajtótól. 1-es pont. Engedjenek be mindegyik független objektív szerkesztőségbe. 2-es pont. Tegyék lehetővé, hogy a független objektív, közben nagybetűs újságírók szabadon nyilatkozzanak nekem. 3-as pont. A 3. pont lényegében az első 2-re vonatkozik, azzal a kitétellel, hogy mindezt megtegyék nekem a nap 24 órájában. Tehát ha én mondjuk éjjel 3-kor szeretnék egy független objektív újságíróval interjút készíteni a független objektív szerkesztőségben, akkor ennek ne legyen semmiféle akadálya. Várom a válaszukat ezekre a kérésekre. Itt is van az első állomás, ahova megérkeztünk, a Centrál Média csoporthoz. Többek között ez a média csoport a 24.hu kiadója. Szeretnénk megtudni, hogy hogy működik a 24.hu, úgyhogy most bekéretőzünk a szerkesztőségbe. Gyertek velem! Én Bahár Dániel vagyok, és a Pesti TV-től jöttünk, és egy olyan ügyben szeretnék segítséget kérni öntől, hogy szeretnénk megnézni, hogy testközelből hogy működik a 24.hu szerkesztősége. Velük még nem beszéltem? Nem, hát igazság szerint én írtam egy nyílt levelet magamnak, ami arról szól, hogy szeretném megnézni, hogy hogy működnek bizonyos baloldali újságok médiumok, és a szerkesztőségi munka hogy folyik, és ezt szeretném megnézni. Hát így valószínűleg nem fognak tudni, hogy nem elég. De én írtam egy nyílt levelet. Az az üzenet, hogy nem tudják önt fogadni. Mert nem volt megbeszélt, előre megbeszélt időpont, és nincs olyan ember, aki fogadná. Francba. Én azt hittem, hogy talán a nyílt levelet olvasták, de akkor ezek szerint nem olvasták. Azt mire küldte? Hát nem, ez egy nyílt levél. Tehát ezt nem küldtem. Hanem ez a nyílt levelek azok vannak. Csak. Ez pedig már a HVG-nek a székhelye. A célunk ugyanaz, mint előbb is volt. Szeretnénk bejutni a szerkesztőségbe, és szeretnénk megnézni, hogy hogyan dolgoznak a balliberális újságírók testközelből a HVG című lapnál. És szeretném testközelből megnézni, hogy hogy működik a HVG szerkesztősége. Hogy mehetnék fel, hogy dolgoznak az újságírók, ahogy itt ülnek, nyomkodják a billentyűzetet, meg ilyenek. Ezt szeretném megnézni. Igen. Hogy van-e ilyenre lehetőség esetleg? Szia, a Pesti TV-től jöttek, hogy szeretnék megnézni a szerkesztőség munkáját. Én azt hittem, hogy úgy van, hogy így idejövünk, és akkor így meg tudjuk nézni, hogy működik az újság, de akkor nem tudjuk.
A következő helyszínünk a 444 szerkesztősége. Itt is szeretnénk megnézni, hogy hogy dolgoznak a nagybetűs újságírók. Azt tudni kell a 444-ről, hogy az átláthatóság királyai, szóval ha valakik, ők tuti be fognak engedni minket. Itt vagyunk. Beírjuk, hogy 21, ami a 444 kaputelefonja. Azt írja ki, hogy off. Megszűntek? Na mindegy, próbáljuk meg felhívni Új Pétert, főszerkesztőt, hát ha ő beenged minket. Én bízom benne. Új Péter nem veszi fel a telefonját, tehát eddig a legtávolabb a bejutástól, hogy végre megnézzük, hogy milyen egy független objektív szerkesztőség. 444-nél vagyunk. Ez van. Az utolsó állomásunk a Telex szerkesztősége. Ahogy láthattátok, eddig sehová nem jutottunk be, ők az utolsó reménységeink. Itt kell becsengetni. 4-es kapucsengő. Hello. Jó napot kívánok, én Boher Dániel vagyok a Pesti TV-től, és azért jöttünk, mert szeretnénk megnézni, hogy hogy működik testközelből a Telex szerkesztősége, vagyis hogy működik egy független objektív sajtó termékik testközelből. Van erre lehetőség? Letették, ugye? Jól hallottam. Csaba, nem akarlak elkeseríteni, de ez azt jelenti, hogy négyből egyetlen egy szerkesztőségbe sem tudtunk bejutni. Ez megdöbbentő, hogy itt tart magyar független újságírás, hogy sehová nem engednek be minket, hogy megnézzük, hogy testközelből hogy dolgoznak. Szerintem tanulságos percek voltak ezek. Ahogy egy újság, úgy egy gyár, közintézmény, éttermi konyha, vagy éppen a kórház is munkahely, ahol az emberek felelősségteljes munkát végeznek. Különösen igaz ez az utóbbira, ahol a felelősségteljes munkán emberi életek múlnak. Nyilvánvalóan csupán politikai célból néhány hete a magát függetlennek és objektívnek hazudó baloldali sajtó írt egy nyílt levelet, amelyben azt szorgalmazták, hogy bemehessenek a kórházakba, és filmezhessék, ahogy az orvosok megfeszített munkában emberek életéért küzdenek. Tudjuk jól, hogy mi lett volna az akciójuk valódi célja. Ahogy eddig is, hangulatkeltés, hergelés és az egészségügyi kérdések politikaivá transformálása. Minő meglepetés, hogy a saját magukat az átláthatóság királyának tartó médiumok közül egyik sem engedte meg, hogy bemenjünk a szerkesztőségeikbe. Pedig életeket mentő, sőt, valóban fontos munka egyik helyen sem zajlik. És ha már a sajtónál, vagyis az annak nevezett baloldali propagandánál tartunk, a koronavírus harmadik és egyben remélhetőleg utolsó hullámának végén érdemes levonni a tanulságokat azzal kapcsolatban is, hogyan ténykedett a média a járvány idején. A baloldali sajtó megbukott, ugyanis egy világjárvány sem tudta elérni náluk azt a szintet, hogy az aktuális politikai céljaikat félretegyék, az emberek informálását és ezzel az életük megmentését helyezzék a középpontba. A független objektív sajtó a járvány magyarországi megjelenése előtt alig várta, hogy végre Magyarországon is legyenek koronavírusos betegek. Minden erejükkel a hisztériakeltésen dolgoztak. Az első hullám korlátozó intézkedéseinek bevezetése előtt azért küzdöttek, hogy legyenek végre szigorú szabályok, amikor ezeket a döntéseket meghozta a kormányzat, akkor pedig az volt a bajuk, hogy miért így, meg miért úgy született ez a döntés. A kezdeti időszakban folyamatosan visszatérő mantrájuk volt a tesztelés is. Nem lehetett annyi ember tesztelni, amivel ők elégedettek lettek volna. Visszatérő kommunikációs formula volt az emberek félelmének fenntartása is. A 444 nevű portál 2020. március 15-én ezzel a címmel közölt cikket. 2 hét múlva 50-60 ezer fertőzött lehet a Magyar Orvosi Kamara szerint. Védőfelszerelést és vírusteszteket kérnek a kormánytól. Minő meglepetés, nem lett igazuk.
Biztosan emlékeztek arra is, hogy a járvány elején keveselték a kórházi lélegeztetőgépek számát. Amikor pedig a kormány beszerzett minden kórháznak elegendőt, akkor az volt a bajuk, hogy minek kell ennyi, meg amúgy is drága, és még rossz minőségűek is. Tamár Gáspár Miklós filozófus a 444-en még egy írást is közölt, miszerint ugyanaz történik ma itthon a koronavírussal kapcsolatban, mint a Szovjetunióban Csernobil idején, utalva arra, hogy minden információt elhallgatnak. Erre ékes bizonyíték volt az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatója, amelyen az újságírók az elején személyesen, majd online mindenféle kérdést feltehettek. A második hullám idején újra eljátszották, hogy már rég le kellett volna zárni az országot, ameddig megszületett a korlátozásokról szóló kormányzati döntés. Természetesen, amikor bevezették a szigorításokat, akkor az volt a baj, hogy miért vezették be őket. Aztán később megérkeztek a vakcinák, és a baliberális sajtó az eddig sem alapfokozatról turbóra kapcsolt, és olyan szintű hisztériakeltést műveltek a különféle oltásokkal kapcsolatban, hogy még a baloldali pártok is megirigyelnék. Emellett a másik sláger témájuk a védettségi igazolvány volt, és az a mai napig. Miszerint diszkriminatív, kirekesztő, fasiszta és náci az egész eljárás. Természetesen, ha ugyanezekről a szabályokról van szó, mondjuk Ausztriában, az a demokrácia fellegvára. Az oltakozás esetén fontos azt is megjegyezni, hogy minden erejükkel azon dolgoztak, hogy minél kevesebb ember vegye fel a vakcinát. A Telex például május 11-én arról írt, hogy ebben a hónapban biztosan nem lesz meg az 5 millió beoltott. Vágyaik nem teljesültek, mert meglett. De utána azt is megmagyarázták, hogy miért lehetett ez. Orosz rulett, propagandaharc, szervezetlenség, de csak meglett az 5 millió oltás. Hogyha a kormány vagy az operatív törzs átmondott, akkor ők rögtön B-t mondtak, és a hozzájuk köthető balliberális sajtó pedig mindezt egyfajta szellemi támaszként próbálta erősíteni a közbeszédben. Tehát, hogyha valamelyik balliberális sajtótermék írt valamit, akkor arra tekintettek hivatkozási alapként a balliberális politikusok. A baloldali média lényegében átvette a baloldali politikai pártok szerepét. Érthető lépés, hiszen az ellenzéki politikum az elmúlt 10 évben értelmes, értékelhető szereplőket nem igazán termelt ki. A balliberális sajtónak lépnie kellett. Ez a folyamat a koronavírus idején csúcsra pörgött. Újságírók szereptévesztésben voltak és vannak a mai napig a balliberális oldalon, mert azt gondolják, hogy nekik azért, mert lehetőségük van befolyást gyakorolni a cikkeiken keresztül, nem csak az emberek döntéseire, a hétköznapi embernek a döntéseire, hogy most kínai vakcinát, orosz vakcinát vagy nyugati vakcinát választ, hanem a politikusok döntéseire is, hogy őket hogyan pozícionálják, ezzel azt gondolják, hogy kvázi negyedik hatalmiákként továbbra is nem csak hogy ellenőrző funkció, hanem beleszólási lehetőségük kell, hogy legyen, nem lehet, kell, hogy legyen a politika világába. Nem teljesen magyar sajátosságról van szó, hiszen hasonló folyamatok zajlottak és zajlanak az Egyesült Államokban is. Ha valakiben az a kép élne, hogy az újságírók, a valódi újságírók, sajtómunkatársak, azok egyfajta némileg elfogult szemlélődők, kommentátorok, akkor ezt lassan felejtsük el. A baloldali sajtó, a baloldali politikai pártok kommunikációs szárnyává vált az elmúlt időszakban. A minden rossz és mindent fikázni kell magatartás is alapvetően a tengeren túlról érkezik. Ott ez jól bevált kommunikációs formula. És ha valami működik Amerikában, miért nem működne Magyarországon, gondolhatják a lipsi újságírók. Itt abból indulnak ki, hogy minél rosszabb a helyzet az egyszerű emberek számára, minél nehezebb dolguk van, ahogy a válság hatásait a saját életükben kezelik, annál inkább a kormányzatot fogják hibáztatni. Ez egy általános jelenség. Most ennek érdekében a baloldali sajtó célja az, hogy a járvány elhárításában elért eredményeinket minél inkább elhallgassák, ahol lehet, illetve kisebbítsék ott, ahol nem lehet elhallgatni. Válságok idején a médiának teljesen más szerep felfogásának kellene lennie, mint az aktuális politikai csatározások kiszolgálása. Ja, sok évtizedet visszaugorva, és a média szerepéről szerintem érdemes lenne itt elgondolkodnunk abból a szempontból, hogy egy válsághelyzetben legyen ez egy járvány, egy földrengés, egy iszapkatasztrófa, vagy egy háború, milyen feladattal bír és mi a funkciója.
És hogyha nemzeti médiáról beszélünk, arról beszélünk, hogy egy olyan helyzetben, ami az ország egész lakosságát veszélyezteti. Tehát külső támadás, egy vírus terjedése, akkor vajon lehetne és szabad-e a médiának, inkluzív az ellenzéki médiának politikát csinálni? Vagy pedig más funkcióval kellene bírnia, és az ország, az állam és az emberek szolgálatába állnia. Egy járványhelyzet, egy válsághelyzet, vagy akár háborús időszakban, amikor nem a normális életünket éljük, nagyon fontos az, hogy minden irányból nagyjából egy irányba mutató kommunikáció vagy magyarázat szülessen. Tehát nem véletlenül például háborús időszakban, hogyha visszagondolunk a második vagy az első világháborúra, akkor például cenzúrát is bevezettek akkor, de ez nem csak Magyarországon, ez világon mindenhol, az Egyesült Államokban is azt szorgalmazták kormányzati szinten és mindenféle médiában dolgozó ember oldalán, hogy ilyenkor van egy cél, van egy ügy, amit az országnak közösen el kell érni, jelen esetben ugye a járványhelyzetnek a megfékezése. Amit a baloldali sajtó művelt az elmúlt egy évben, az ahhoz hasonlítható, mintha mondjuk egy háborús helyzetben magyar média munkások az ellenséges félnek szurkolnának, vagy őket látnák el számukra hasznos információkkal. Ez olyan egyébként ez a tevékenység, hogyha már behoztuk a háborús hasonlatot, mint hogyha például Magyarország háborúban állna valamelyik szomszédos országgal, és ezek a sajtótermékek folyamatosan azt írnák, hogy éppen hol próbálkozik a magyar haderő mondjuk ütközetet nyerni, vagy melyek a gyenge pontjai mondjuk a magyar haderőnek, és ezt lefordítják annak az országnak a nyelvére, akivel ugye hadban áll Magyarország. Tehát ez nagyon veszélyes, nagyon káros tevékenység. Azt látjuk mégiscsak az elérési adatokból, hogy nagyjából a különböző médiumoknak elég konstans az elérése a korábbi évekhez hasonlóan is. Tehát voltak médiapiaci változások értelemszerűen, amik befolyásolhatták ezeket a trendeket, de nagyságrendileg, most mondok egy példát, a klasszikusan kormányellenes bulvár híradóját az RTL-nek még nagyjából mindig ugyanannyian nézik, mint ahányan korábban nézték. Az, hogy elhiszik-e? Ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát hogy tudnak-e a sorok között olvasni? Vagy pedig már egyszerűen apolitikussá válnak az emberek, és elengedik a fülük mellett az információkat, ezt nehéz megmondani. És ugye ez a politikára is érvényes, tehát a 22-es választás is erről fog szólni. Hogy elhiszik-e az emberek? Hogyha már így itt tartunk, akkor elhiszik az emberek az ellenzéki politikusoknak mindazt a gyalázkodást, amit a kormánnyal szemben művelnek, és elhiszik-e a politikussá vált ellenzéki újságíróknak, vagy politikust játszó ellenzéki újságíróknak mindazt, amit leírnak. Ez a hitelességi kérdés, és erről szól minden politikai döntés egyben, beleértve egyébként, hogy hiszünk az adott médiumnak, vagy sem. Nagyon sok hangulatkeltő írás jelent meg az utóbbi időszakban. Nekem azonban mégis van egy kedvencem, amelyet az Index jegyez. A címe Egyesült Királyság. 168 trombózisos esetet regisztráltak április közepéig. Majd így folytatódik az írás. A 168-ból összesen 32-en haltak meg, ami 19%-os mortalitást jelent. Megdöbbentő ezt így olvasni, viszont egy aprócska részlet csak az írás legvégén derül ki. Az AstraZeneca oltóanyaggal, amiről az írás szól, összesen 33 millió embert oltottak be az Egyesült Királyságban. Egy halott is sok, de a címben sugalmazott félelem kicsit más megvilágításba kerül, hogyha a 32 elhunythoz 33 millió beoltottat viszonyítunk. A hírek ezen tálalása egyébként még a baloldali politikusokban is ellenérzést váltott ki. Voltak olyan esetek, amikor a sajtó szerintem bizonyos szempontból túl kinagyított, nagyon kicsi veszélyeket. Én például azt tudom mondani, ami szerintem mindannyiunk számára már nyilvánvalóan vált, hogy, és ezt mondom, nem Magyarországon, nemzetközileg így volt, az AstraZeneca vakcinával szembeni egész 1 millió esetből volt 7 trombózis, ezzel kapcsolatos hírek, ugye a címek teljesen más mutattak, mint maguk az adatok, ez értelemszerűen egy probléma volt. Újra vannak sajtónyilvános rendezvények, el is látogattunk az egyikre, amelyen Dobrev Klára is ott volt. A sztori röviden, hogy a 18. kerületben a korábbi fideszes vezetés a kormánnyal közösen épített egy modern, nyugat-európai szintű gyermekorvosi rendelőt, amit már az új DK-s városvezetés adott át.
Dobrev Klára úgy járt kelt az épületben, mintha legalábbis ő rakosgatta volna a téglákat. Jó napot kívánok! Egy kérdésre így szavarhatjuk? Igen, csak ezzel mennünk kell. Követjük akkor. Igazából csak arra lennék kíváncsi öntől, hogy hogy értékeli egy utólag az oltás ellenes kampányát, amit folytattak. Ugye ön volt, ha jól emlékszem, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy a keleti vakcinák hatékonyak. Több mint 30 ezer honfitársunk halt meg. Magyarországon haltak meg a legtöbben. Lakosság arányosan. Ez egész egyszerűen dráma. Kérdezze már meg a miniszterelnököt, hogy milyen segítséget adott az egészségügyi dolgozóknak. Hogy mennyit lehetett nyilvánosan beszélni arról, hogy mi történik Magyarországon. Az a miniszterelnöke totális kudarcot vallott. Úgy tudom, hogy bármennyit beszélhetett róla. Az átadó ünnepségen jelen volt Kunhalmi Ágnes is, a térség MSZP-s országgyűlési képviselője. Mit gondol, hogy kezelte, vagy hogy viselkedett a baloldali sajtó a koronavírus járvány idején, illetve a mai napig hogy viselkedik? Szervusztok! Szervusz! Szóval válaszol a kérdésünkre? A sajtó az megpróbálta mindig csak őszintén feltárni azt, ami mögé nézni annak, amit a kormány állít, hogy igazol van-e, vagy nincs igaza. És jól kezelte ön szerint a... Itt egy kérdés van, hogy a kormány jól kezelte, mert a kormány van cselekvési pozícióban. De hát senki azért másnak a hírszolgáltatás az egy fontos része, szerintem az természetesen igen, de én, mint döntéshozó, meg mint a kormányt ellenzékből ellenőrző funkcióval ellátott képviselő, akinek az elmúlt időszakban azért megcsorbították a jogait, csak azt tudom nézni, hogy a kormány jól döntötte. Az átoltottság tekintetében élen járunk, de sajnos a halálozásban is, hogy semmi sem olyan egyértelmű, mint ahogy azt egyesek szeretik beállítani. A 18. kerületi polgármester Szaniszló Sándor onnan lehet ismerős, hogy ő volt az, aki a Facebook oldalára kiírta, hogy a kínai oltóanyagra nem volt jelentkező a kerületben, legalábbis elmondása szerint, ezért megkérte a kormányt, hogy szállítsák el a vakcinákat. A posztból hatalmas felháborodás lett, hiszen a kerület lakói nem tudtak az ügyről, és örültek volna, hogyha megkapják az oltást, legyen az bármilyen. Ez még egyébként abban az időszakban volt, amikor nem volt ekkora az oltásbőség. Arra lennék kíváncsi, hogy az oltás ellenes kampánynak az egyik, hát hogy is fogalmazzak, ellenzéki arca volt. Köszönöm, hogy lesz a végén, polgármester úrnak. Szaniszló Sándort munkatársa nem engedte interjút adni első körben, azonban nem adtuk fel. Megbánta az oltás ellenes kampányát, hogy elküldték az oltóanyagokat innen? Drága szerkesztő úr, az ön is tudja, hiszen mindenki tudja, hogy az egy alaptalan, rosszindulatú vád volt, hogy én elküldtem a kínai oltást. Nem is tehettem. Ön is tudja, mindenki tudja. Most kb. 20 percben állunk az állami médiával, majd meglátjuk, hogy mire akkor fogunk, nem, fog... nem akkor az a, de akkor miért írta ki a Facebookra, és miért tüntette el később ezt a bejegyzést? Nekem nem arról kell beszélnem. De bizony, erről is kellene beszélni. Ahogy az is megérne egy külön sztorit, hogy mennyire szerencsés kampányesemény szervezni egy olyan gyermekorvosi rendelő átadására, amelyhez alapvetően pont azoknak volt a legkevesebb köze, akik jelen voltak. Egy kampányrendezvényé minősült ez a mostani műszaki átadás, tehát nagyobb súlya volt annak, hogy itt akár Kunhalmi Ágnes, akár pedig Dobrev Klára a politikai üzeneteket közvetítették a sajtó irányába, mint hogy az érdemi, az, hogy itt felépült egy gyermekorvosi rendelő, ahol a percentimrei kisgyerekek jöhetnek, a védőnői szolgálat, valamint a gyermekfogászat. Tehát erről esett a legkevesebb szó, de azért annak örülök, hogy nekik is tetszik és megdicsérték, mert akkor nem dolgoztunk rosszul. Felpörgött a kampány. Volt, van és még lesz is ilyen. Ugyanakkor nem eltérve az eredeti tárgytól, fontos így a végén még egyszer megjegyezni, hogy a magukat független objektívnek hazudó médiatermékek egyáltalán nem függetlenek és még inkább nem objektívek. Politikai feladatot hajtanak végre, ugyanúgy, ahogy a politikusok. Tettük azért gyomorforgató, mert már az alapvető céljaikat is elhazudják.